Gyűrűs Ferenc vagyok, a Regionális Tudományi Tanszéknek az adjunktusa, geográfus, tehát ebből következik, hogy földrajzi jellegű problémákkal foglalkozom. És ezen belül társadalom, földrajzi, gazdaság, földrajzi kérdések azok, amik a leginkább érdekelnek. Az egyik központi téma, amire a kutatásom irányulnak, azok Kína társadalmi, gazdasági, politikai átalakulásához kötődnek. Úgyhogy jelenleg éppen egy olyan kutató munkában vagyunk benne, egyébként közgazdász kollégával, amely arról szól, hogy a gazdasági válság milyen hatással van Kínán belül a beruházásokra, ez milyen gazdasági problémákat okoz, és milyen külső hatása van ennek a nemzetközi gazdasági helyzetre. Igenis, nagyon sok helyen szükség van arra, amit a geográfusok végeznek. Általában, ha már egy munkahelyen felbukkannak geográfusok, akkor az valami lavina hatásszerűen viszonylag gyorsan utána már növeli a keresletet is ezen szakterület iránt. Tehát ez egy fontos dolog azért, mert nyilván ezeknek az embereknek a képzésében veszünk részt, és számomra jó dolog az oktatóként, hogy tudom azt, hogy akikkel foglalkozunk itt, azok valami olyan tudásra tesznek szert, ami nem csak érdekes szerintem, hanem úgy tűnik, hogy nagyon sok irányban jól is hasznosítható. Másik fontos dolog, a tudományos életen belül nagyon fontos az, hogy az ember mennyi más kutatóval tud kapcsolatban lenni. És nem csak a saját szakterületére gondolok, hanem arra is, hogy mennyire vannak más szakterületnek képviselői a közelben. És ez az ELTE-nek egy komoly előnye az én meglátásom szerint, hogy egyrészt nagyon sokféle szakterületet lefednek az egyetemen belüli képzési részek, nagyon sokféle szakemberrel lehet napi szinten akár kapcsolatot tartani. Nehezen tudnám elképzelni azt, hogy Magyarországon olyan egyetemet találjak, ahol ennyire sokféle emberrel ennyire intenzíven együtt tudnék működni. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen, ha valaki a világ dolga iránt érdeklődik, akkor érdemes földrajz alapszakra jönnie, mégpedig, hát ha hozzánk jön, azzal szerintem ő is jól jár. Egyre nagyobb azok aránya, akik a magánszférában, magáncégeknél helyezkednek el, akár az ingatlan szektorban, az is földrajzhoz kötődik, akár geoinformatikai téren, az is kötődik a földrajzhoz, akár gazdasági, pénzügyi tanácsadóként, hiszen az is kötődik a földrajzhoz. És sokan vannak olyanok is, akik akár például területfejlesztésben, minisztériumoknál, háttérszerveknél, akár a statisztikai hivatalnál dolgoznak.